mosolygós kékszemű ember volt, és azt mondta Antoánnak, hogy születtem Magyarországon, 77 éves vagyok, fejemben összekeveredtek a fél decik s kormányzatok. 2020 őszén keresett meg Csejdi András, kreatív producer, hogy úgy gondolta, hogy érdemes lenne csinálni egy filmet Bereményi Gézáról, és hogy fölkérnének engem rendezőnek. Úgyhogy ekkor kezdtük el kitalálni, hogy mi legyen a filmben, és hogy hogyan tudjuk a Bereményi Gézát úgy ábrázolni, hogy ne csak egy íróasztal előtt mondja el a nagyember az életét, hanem hogy mindenféle kvázi akciók legyenek a filmben. Az volt a koncepció, hogy azt mutassuk be, hogy ez nem egy lezárt életmű, hanem Bereményi Géza ma is egy aktív alkotó, tehát próbáltuk őt alkotás közben tetten érni. Tehát például a Halott Pénzegyüttes énekesével, Járai Márkkal, ők évek óta dolgoznak egy lemezen, írtak már 20 dalt körülbelül, és akkor megkértük őket, hogy a legközelebbi találkozásukkor és dalszerzésükkor hadd legyünk jelen a kamerával. És hát szerintem ez lett a film egyik legjobb része, mert itt teljesen ki tudta Bereményi Géza iktatni azt, hogy ő most szerepel két kamera előtt. Megfeledkezett mindenről, és annyira elragadta őt az alkotásnak a heve, hogy nagyon természetesen viselkedett a kamera előtt. Ami talán a legfontosabb volt, hogy találjunk egy olyan embert, akivel ő jól tud kommunikálni, tehát aki ismeri őt, szereti, elég empatikus és érdeklődő a Bereményi-féle univerzum iránt. És akkor hirtelen beugrott a Tóth Barnabás, aki 35 évvel korábban az Eldorado című filmben a kis Bereményi Gézát játszotta. És megkerestem, fölhívtam, és ráért, és nagy örömmel elvállalta, és tényleg iszonyú kedvesen, okosan és nagy empátiával megcsinálta. Ugye Bereményi Géza, amikor dolgozik, a saját életéből inspirálódik, és egy ilyen életút filmnek talán feladata, hogy egy életutat lefessen, ezt ahelyett, hogy ő elmondta volna, a rendező nagyon érzékenyen a filmjeiből kivett részletekkel illusztrálta az érdekes pontokon, és ettől egy olyan elegy állt össze, amilyen számomra teljesen eltérő a hagyományos dokumentumfilmtől, és azt gondolom, hogy talán ebben is van a varázsa, hogy ilyen kreatív dokumentumfilmet. Meg hát kellett is valami vezérfonal, mert annyira szerteágazó az ő munkássága, tehát hogy színházi ember, filmes ember, író, dalszövegíró, tehát hogy legyen valami vezérfonal, ami ezeket összeköti, és akkor azt mondtuk, hogy jó, legyen ez a történelem. Mert hogy a 20. századi történelem az lépten nyomon felbukkan, úgy a Cseh Tamás dalokban, a regényekben, novellákban, színdarabokban, tehát hogy ez mindenhol ott van, és hogy a Bereményi Gézának van egy nagyon speciális viszonyulása a 20. századhoz, tehát hogy ő egy ilyen kívülálló, de azért látja és empatizál. Ez a film egy rutin feladatnak indult, és tökéletes példája annak, hogyha van egy nagyon érdekes téma, és van egy kiváló alkotói csapat, akik az összes lelküket, szeretetüket, ötletüket beleteszik egy projektbe, akkor az micsoda gazdag és egyéni történetté válhat, és ez a film szerintem ilyen, egy olyan alkotást sikerült létrehozni, amiben mindenki találhat magának kapcsolódási pontot. Vagy azért, mert élt akkor, és akkor egy-egy zeneszám, egy szövegrészlet, egy-egy emlék fölébreszt valami olyasmit, ami benne is azonos, és így talál kapcsolódást, vagy egy teljesen új dolgokról hall, és egy új perspektívában látja meg azt a korszakot, amiről ez a film mesél. Szerintem érdemes megnézni. Így megyek, én így megyek a szél a téren át. Így megyek, én így megyek a szél a téren át.